Amikor a mohácsi csata történetét kutatjuk, vagy gondolkodunk róla, akkor vannak olyan területek, amire igazándiból az utóbbi időben nem túl sok figyelem esett, például az oszmán forrásokra. Ugye nagyjából azokkal az oszmán forrásokkal dolgozunk, amiket a 19. század végén, 20. század elején lefordítottak, és megvannak magyarul, aztán jobb esetben meg a turkológusok megnézik őket törökül is esetleg, de hogy igazándiból sokkal több forrás van. És hát ez egy bődületes munka lenne megcsinálni, ugye nagyon fontos azt is, fontos lenne azt is látni, hogy ezek az oszmán források, ezek nem pont úgy történeti források, mint ahogy mi hozzászoktunk, hanem egy csomó esetben ezek igazándiból irodalmi alkotások, amik történelmi tárgyról szólnak. De hogy először irodalmi alkotás és műalkotás, akár verses, nagyon magas nyelvi színvonalon, és az, hogy milyen információkat közvetít, az egy picit másodlagos is tud lenni, és kánonok vannak, tehát megvannak azok a sémák, meg formulák, ahogy el kell beszélni valamit. Tehát eléggé fontos lenne folyamatában látni az oszmán forrásokat, hogy a közlendő az miképpen fejlődik bennük, majd erre is látunk egy picike kis példát. És ezért aztán én kitaláltam azt valamikor, hogy érdemes lenne összeszedegetni a különböző oszmán szövegeket, amik a mohácsi csatáról szólnak, és úgy egyenként megvizsgálni őket, nem egyben, hanem így először így szépen külön-külön. Én 10 évvel ezelőtt, 11 néhány évvel ezelőtt publikáltam egy komplett leírást, ami a mohácsi csata után születik még Budán, olyan szinten korai, hogy még nem is tudják, hogy meghalt Lajos király, tehát a szerzőnek még erről nem volt fogalma se. És most akkor egy másik fog következni, ez egy sokkal kisebb volumenű szöveg, mindössze 7 darab sorpár, tehát 14 darab sorból áll, és most előre megmondom, hogy a mohácsi csatáról magáról az égvilágon semmit nem fogunk újat megtudni belőle. Viszont arra nagyon érdekes példa, hogy hogyan is lehet rá tekinteni erre a mohácsi csatára, méghozzá a kortársak mit is gondoltak róla, már értelemszerűen a török oldalon. Egyetlen egy kézirata van ennek a szövegnek, Isztambulban őrzik, én nem láttam, ezt hozzá kell tenni, viszont van egy eléggé pontosnak tűnő kiadása, ami eléggé szépen leköveti a kéziratot magát is, tehát ez alapján egy csomó mindent lehet elemezni, mindjárt látni fogják, hogy ez egy eléggé lényeges kérdés. Ugye egy szövegnél illenék megmondani a címét, meg hogy ki írta meg kb. Mikor, na ezt mind nem tudjuk. Úgyhogy innen kezdődik a dolog, az elemzés nagyobb része az ezzel fog eltelni, hogy mit is kéne erről a szövegről gondolnunk, ebben azért szerintem lesznek izgalmas dolgok, és akkor a végén egy picit beszélünk Mohácsról is, hogy és ez miért lényeges nekünk. Na, a szerzőt azt legalább nagyjából sejtjük. Valószínűleg úgy hívják, hogy Esziri, ami egy beszélő név, egy költői művész név, a török költők művész neveket használnak. Ezt használja, hogy Esziri. Ez azt jelenti, hogy aki rabságba esett, vagy rab volt, vagy rabos tulajdonképpen, hogyha szó szerint fordítjuk, tehát valami köze van a rabsághoz, ez azt szokta jelenteni, hogy ő rab volt valahol. Hogyan tudunk megtudni valamit egy oszmán költő életéről? Hát úgy tudjuk megtudni, hogy a törökök mániákusan adattárakat készítettek, már a 16. században is, így például vannak költői életrajz gyűjtemények. Hogy ez úgy milyen volumenű, 1587-ben születik egy ilyen gyűjtemény, csak a 15. század vége 16. századi költők, tehát 100 év körülbelül. Azt hiszem, hogy olyan 680 költő van benne versidézetekkel együtt. Szóval, hogy azért ez egy nagy kultúra, tehát nem, kicsit se nézzük le őket. És akkor az ember, ez szépen alfabetikus rendben van, tehát az ember felüti, mint egy lexikont, és megnézi, hogy benne van-e Esziri vagy nincs. Azt kell még tudni, hogy ugye irgalmatlan mennyiségű költő van, és hát azért ilyen jó művész név az nincs olyan sok. Tehát egy csomó költő használ azonos művész nevet, Esziri nevet is többen használnak. Ebből én 3-at bírtam összeszedni. Állítólag lehet, hogy van még egy, de azt nem, egyszerűen nem találtam meg az adott forrásban, úgyhogy nem tudom, hogy honnan szedte össze, aki gondolta, hogy az van. Na, a 3 figura, az egyik az egy Eflátun nevű türkmen, aki a Szafavida birodalomból, tehát Iránból megy át az oszmán birodalomba, ahol viszont elég magas polcra kerül, mert udvari történetíró lesz, és 1569-ben hal meg. Körülbelül ennyit tudunk róla. A másodikat úgy hívják, hogy Mehmed Yusuf eredetileg. Tiréből származik, Tire az Kis-Ázsiában van, Izmirtől nem olyan nagyon messzire. Ő felsőbb iskolai tanulmányokat végez, tehát egy
egy értelmiségi figura, de abba adja a tanulmányait, elmegy a végekre harcolni, és annak rendje és módja szerint német fogságba is esik. Tehát ez azt jelenti, hogy a magyar fronton volt ő, és nyilván utána kiszabadul, visszatér, költő lesz, és állítólag 1591-92-ben hal meg, de ennek se találtam meg az igazi forrását egyenlőre, tehát ez egy ilyen összefoglalóból lett meg, de a figura az benne van tényleg az életrajz gyűjteményekben, azt lehet még róla tudni, hogy az 1560-as években már jegyzett költő volt, tehát nem fiatalon halt ő meg 91-92-ben, ha az igaz. A harmadik emberünket úgy hívják, hogy Hassan bin Sheikh Hüsszein, ő Bursában születik, ő 1683-ban van valószínűleg jelen a bécsi hadjáratban, és valahogy azon a tájékon esik fogságba, és ugye utána még hosszasan él, 1725-28-ban hal meg Isztambulban. Szóval ők vannak hárman, akikkel pillanatnyilag tudunk dolgozni, a mi szerzőnket ezek között kellene keresni. Oké. Ez a szöveg, ez a kötet, amiben benne van a minket érdeklő szöveg, ez egy szerzői kötetnek tűnik. Ez azt jelenti, hogy egy szerzőnek a művei vannak benne összegyűjtve, Esziri-nek a művei. Most ilyeneket szoktak csinálni az Oszmán Birodalomban bőségesen. Ezeket úgy hívják eredendően, hogy diván, tehát ilyen összegyűjtött művek, de ennek megvan a rendje, hogy ezt hogyan kell csinálni. Ezekben versek vannak megfelelő elrendezésben, részben formailag, részben ABC-rendben. Amilyen meg nem ilyen, majd látni fogjuk, úgyhogy a mi kötetünk egy eléggé furcsa megoldás. A mi szövegünkben egyébként nincsen benne Esziri neve, de majd erről is fogunk beszélni egy picit. Jó, egy ilyen gyűjteményben általában nincsenek életrajzi adatok. A török költőknek nem az a mániája, hogy a saját gondjukat, bánatukat beletolják a közönség orcájába, hanem sokkal ilyen elvontabb, általánosabb dolgokat fogalmaznak meg, de néha vannak dolgok, amik mégis életrajzi adatként értelmezhetőek, úgyhogy ilyeneket is lehet gyűjteni, de még mielőtt ezt megnéznénk, van még két darab eszírink, aki számításba jöhet és érdekes lehet, ez egy másik fajta gyűjteménytípus, az antológia típus. Antológiákban is szerepel Esziri, kettőben, az egyik Perváne BG, ez a leghíresebb 16. századi antológia 1561-ből, ugye fogalmunk sincs, hogy ez ki az a költő, csak van tőle egy vers vagy egy versidézet. A másik sokkal érdekesebb, az egy Pesteli Hiszáli nevű úri ember 1651-ből, azért Pesteli, mert az azt jelenti törökül, hogy pesti. Ő Pesten, illetve Budán élt a 17. század közepén, és egy óriási méretű ilyen idézett gyűjteményt rakott össze, 800 oldalon keresztül mennek az idézetek, elképesztő mennyiségű. Egyébként rengeteg hódoltsági anyag van benne, tehát különösen érdekes. Ebben is van egy darab, nem, két darab idézet Esziritől, tehát azért ez nekünk lényeges. Na, mi bogarázható ki a kéziratból? Van-e benne információ az életrajzról? Hát van. Ugyanis az egyik mű, rögtön az első, az egy önéletrajzi, ilyen regényszerűség. Ez egy műfaj a törököknél, de rendkívül ritka. Tehát alig-alig egy-két ember ez a szergüzest náme, ez a kalandjaim története tulajdonképpen. Na, ő egyetlen kalandját meséli el, mégpedig azt, hogy 1625-ben a haditengerészetnél, tehát a flottánál szolgál, és Málta partjai közelében összetűzésbe kerülnek egy a keresztény hajókkal, és ő rabságba esik, és 7 éven keresztül Máltán raboskodik, 1631-ben szabadul ki. És akkor van még egy adat, ezt ő szépen leírja, dátumozva minden, tehát ez teljesen jól megvan. Mást egyébként magáról nem ír, csak ennyit. A másik ilyen korjelölő dolog az a kaszide, az a dicsérő vers, az arról szól, hogy valakitől akarunk valamit, de nem lehet így berontani, hogy én most ezt szeretném, hanem meg kell adni a módját. Egy költő például ír egy ménkű hosszú, rendkívül veretes költeményt, amiben minden van, filozófiától természetképig minden, és a végén azért meg van említve, hogy mit is szeretne az ember. Na hát Esziring is ír egy ilyet, a címzettje pedig Íjász Pasa, aki Balik Esziri, ez is megvan mondva. Balik Esziri az szintén egy nyugat-anatóliai városka. Ezt a személyt elég jól meg lehet határozni, az 1620-as években aktív, és aztán egy felkelést robbant ki, ami nem kéne, hogy végzetes legyen, de ránézve mégis azzá válik, mert az ifjú IV. Murád szultán fogja magát és kivégezteti a szokásokkal ellentétben 1632-ben. Hozzászól ez a dicsérő ének, hogy ez Esziri-nek a fogsága előtt vagy után
íródott, azt ugye nem tudjuk, de világos, hogy ugyanarról a figuráról van szó. Na most akkor ebből az derül ki, hogy akkor van egy negyedik eszírink is, aki a 17. század elején működik, ugye ez egyikkel sem passzoltatható össze, akiket az előbb felsoroltam. Jó, akkor most nézzünk rá egy kicsit a kéziratnak a tartalmára, a komplett teljes kéziratnak a tartalmára. Az elején van ez az önéletrajzi regény, utána jön az a krónika, ami minket fog érdekelni, aztán a speciális formában írott versek vannak, aztán a lírai versek vannak ABC-rendben, ahogy kell, ez a zöme a kötetnek tulajdonképpen, és aztán jön egy teljes káosz, vegyesen vannak a versek, aztán egyszer csak két oldal a máltai sztoriból, ahogy ő ott volt, aztán jön Turgut Pasa hódításai, ami 16. század, de szintén Máltához kapcsolódik, aztán megint mindenféle versek, aztán jön egy penname, a penname az egy műfaj, erkölcsi tanítások versben, meg ilyen kis történeteken, anekdotákon keresztül megfogalmazva, aztán megint Tunis, aztán Szulejmánkori máltai háborúk, és aztán megint penname. Tehát ebből az látszik, hogy ez egy teljes káosz, ilyen gyűjteményes kötet pedig nem létezik. Tehát ilyet normális török szerző nem csinál. Tehát itt valami nagy furcsaság van a dologban. És még egy dolog derül ki ebből, hogy tök össze-vissza van a szöveg. Tehát, hogy mondjuk a két penname, ami itt is látszik, a 100b-n meg a 119b-n, az nyilván ugyanaz a szöveg, csak két helyen vannak a darabjai, ugyanúgy, ahogy a máltai harcoknak, vagy a tunisz körüli harcoknak a szövegei is külön-külön szerepelnek. Tehát látszik, hogy a kötettel gond van. Ha egyébként megnézzük, akkor egy csomó szövegnek nincs eleje, meg nincs vége. Tehát, hogy valami teljes zűrzavar van. És az is eléggé világosan látszik, hogy ez a kötet egyszer szétesett, újra bekötötték, de amikor újra bekötötték, rosszul rakták össze a leveleket. Tehát össze van keveredve a szöveg. A török kiadók erre nem voltak különösképpen érzékenyek. Magyarán össze-vissza adták ki. Akkor most, tehát ebből az derül ki, hogy van egy ilyen nagyon vegyes vágott szövegünk, amivel nem egyszerű dolgozni, csak ezt akarom vele mondani. Akkor megnézzük a krónikás résznek a tartalmát. Ugye ebből az is kiderült eddig, hogy tulajdonképpen azt se tudjuk, hogy mi tartozik a mi krónikánkhoz. Igazság szerint. Az eleje az megvan, mert az rendesen indul. Egy münádzsát, tehát egy ilyen Isten dicséret, fohászkodás indítja el, és utána egy alcímmel szépen elindul a maga a történet, a hídharcok története. Nincsen címe a munkának, ugyanakkor van egy bismillah formula az elején, tehát egy Isten nevében formula, ami egy ilyen műkezdő, kezdeti formula, és ez a ima gyűjtemény az elején, vagy fohász gyűjtemény, ez nagyon szépen bevezeti az egészet, ahogy kell, tehát ez rendben van. És akkor mik a történések? Hát itt látják a felsorolást. Ez ugye Fátih Mehmettől, tehát hódító Mehmettől indul. Az első esemény Isztambul bevétele 1453, és aztán haladunk, de ugye nagyon érdekes, hogy Boszniában haladunk. Tehát hódító Mehmednél egy mondat Isztambul bevétele, aztán egy kicsit több Bosznia elfoglalása, és másról meg nincs is szó. Tehát ezt a két dolgot csinálta Fátih Mehmed a krónika szerző szerint, és aztán különböző Boszniával kapcsolatos történeteket olvasunk. Felhívnám a figyelmet Gürz Iliászra. Jé, de érdekes, ez olyan, mintha nem a jó tartalom jegyzik lenne, nem baj. Ugyanis Gürz Iliász a Gellért-hegy török névadója. A török korban a Gellért-hegyet Gürz Iliász dombjának nevezték. Soha nem értettem, hogy miért, de itt megvan írva, azért, mert Gürz Iliászt Boszniában a keresztény hadak, méghozzá valószínűleg a magyar csapatok törbe csalják, levágják, és a fejét elviszik Budára, hogy örüljünk, ott karóra tűzik, majd pedig a Gellért-hegyen temetik el, aztán amikor a törökök elfoglalják Budát, akkor felfedezik és építenek fölé egy sírkápolnát. És hogy jó legyen az antropológus kollégáknak, a teste is megvolna az illetőnek, mert az meg Boszniában van, egy Gerezevó nevű községben, ami ugye a Gürzből van, és ott meg az ott maradt test fölé építenek a muszlimok egy sírkápolnát még akkor, és ez egy búcsújáró hely volt nagyon sokáig. Szóval egy ilyen jópofa dolgok vannak a szövegben. Ugye itt eljutunk Gázi Hüszrev végig, tehát az 1520-as évekig,
És akkor ott jön egy törés, ami a szövegben is benne van, tehát az oldalak szempontjából is ott van, és eljutunk a 15 éves háborúig, ahol megint két figura van, Teli Hasszán Pasa és Tirjeki Hasszán Pasa, mind a kettő neves boszniai hős. Tehát a boszniaiak szemében ez nagyon fontos. Tirjeki Hasszán az egész hódoltságnak az egyik leg, a 15 éves háborúban az egyik legnevezetesebb, leglegendásabb figurája, ő a nagy harcos, igazság szerint. Olyan neves ember, Varga Szabolcs nem olyan régen, pár éve írt egy tanulmányt a boszniai hősénekekről, amik bosnyákul vannak, tehát nem törökül. És még a 20. század elején is énekeltek olyan hőséneket, ami arról szól, hogy Tirjeki Hasszán Pasa hogyan vonul Budára a csapataival megsegíteni Budát, aztán vannak egyéb kalandok is a dologban. Tehát, hogy két olyan figurát látunk megint, aki nagyon Boszniához kötődik. Utána látjuk, hogy zűrzavarok vannak, üres oldalak, egyebek. A következő szöveg az lapszélen fog menni, tehát az ilyen mellékesen betoldott valami. Visszaugrunk Szulejmán szultánhoz, és ott Szulejmán szultán hódításai jönnek többé-kevésbé sorrendben. Ebben szerepel majd a Mohácsi csata is. Azután, bocsánat, még érdekes a nagy... Hol van az? Igen. Végig megyünk Szulejmánon úgy körülbelül. Belőle is valójában a budai hadjárat lesz, budai dolgok lesznek az érdekesek, meg a bécsi hadjárat. És aztán jön egy ilyen nagyvezírek fejezet, amiben végig darál rengeteg nagyvezért, mindjárt rápillantunk, semmit nem mond el róluk, csak a nevüket. Tulajdonképpen sorban elmondja a nagyvezíreket. 1628-ig, hogy örüljünk, majd hirtelen visszaugrik 1621-re, és a Hotini hadjáratot meséli el, ez második Oszmánnak a hadjárata. Na itt aztán van egy eléggé különös dolog, hogy hát ez az egész történet, ez 600 verspárból áll körülbelül, és akkor itt van benne egy sztori, ami 110 verspár önmagában, tehát majdnem 20%-a a teljes szövegnek, ami a két padisak története, és ez egy tanmese. Ennek semmi köze semmihez, ez egy tanmese, nyilván nem véletlenül van itt, hiszen ez az a korszak, amikor Musztafa szultán trónra ültetik, ő egy kicsit félkegyelmű, akkor nem működik, akkor leteszik, akkor felteszik a második Oszmánt a trónra, azt meggyilkolják a janicsárok, és akkor visszahozzák a Musztafát még egyszer. És nyilván erre akar utalni a két szultán története, majd visszatérünk a Hotini hadjárathoz, mint egy 10 darab sorpár erejéig, és teljesen láthatóan a szöveg a felénél egyszer csak így véget ér, nem is folytatódik sehova, és utána jön egy olyan fejezet, hogy a hükenák, tehát a bölcseknek a szavai, és ez egy teljesen másik versforma, minden teljesen másképp van, tehát látszik, hogy az már egy másik mű. Úgyhogy ennek a munkának van eleje, nincsen vége, és teljes káosz uralkodik benne, és láthatóan törések vannak a szövegben, amik a számunkra azért lehetnek érdekesek. Itt vannak a nagyvezírek, ez most minket komolyabban nem fog érdekelni, csak jelzem, hogy ugye fölírtam, hogy hogy jönnek. Egyébként egész jó sorrendet ad a nagyvezírekről, nem mond el róluk semmit. Jó, akkor most nézzük a törzsanyagot, ami tulajdonképpen Isztambul bevételétől tart, úgy mondjuk a Szulejmán haláláig igazándiból. Az, ami úgy egy viszonylag nagyobb szövegkorpusz. Sárgával azokat emeltem ki, ahol hosszú történetek vannak elmesélve. Ez egy ilyen nagyon fokhegyről, nagyon röviden, nagyon tőmondatokban elbeszélt történelem, versben van egyébként, de egy ilyen végtelenül egyszerű az egész. Nagyon, nagyon ilyen tárgycentrikus, viszont vannak benne mindenféle sztorik időnként, teljesen váratlanul. Na hát itt a Gürziliászról rögtön van kettő. Az egyik Szarajevó 1480-as ostroma, ez megint fontos nekünk egyébként. Mi Szarajevó 1480-as felégetéséről olyan túl sokat nem szoktunk beszélni, mint Mátyás haditettéről. Az a helyzet, hogy a törökök viszont a bosnyákok erre emlékeztek. Szóval számukra ez volt abból az egészből, ami nagyon-nagyon fájdalmas volt. Aztán itt van Gürziliász halála, amit az előbb meséltem. Aztán az Udbinai csata természetesen, ugye a horvátok Mohácsa tulajdonképpen. De ott is egy hatalmas történet van két ilyen népi, vagy egy népi hősről, erről a Karaömerről. És aztán van egy teljesen ismeretlen valaki, ez a Gázi Torluk, akinek mindenféle vitézítetteket hajt végre. Tehát az látszik, hogy van egy viszonylag rövidre fogott történelem, viszonylag kevés eseménnyel, amiben viszont népi legendák kerülnek bele, vagy amiben belekerülnek népi legendák. Na most ez egy viszonylag jó sorozat,
utána jönne egy lyuk, amit az előbb láttunk, és tulajdonképpen nem lenne elképzelhetetlen, hogy ez a folytatás, mert Hüsszrev Bégtől lehetne innen folytatódni a szövegnek, de magyarán Szulejmán történetével és hódításaival. Itt megint csak az az érdekes, hogy ezek ilyen felsorolások, tehát csak úgy éppen csak, hogy oda vannak téve, ebből egyedül, ami komolyabb, az a magyar hadjárat. Tehát az az, amit úgy viszonylag rendesebben elmagyaráz. Ahol még több van, ott mindenhol ilyen legendáriumok vannak beszúrva, mint a Kászim Vojvodának, az egyébként roppantul ismert története, vagy például a Szokolú Mehmednek a halála, akit ugye a legnagyobb nagyvezír volt abban a korszakban, és hát őt meggyilkolták, és a meggyilkolásnak a története szerepel benne. Na. Mi derül ki ebből összességében? Hát úgy néz ki, hogy van egy olyan sztorink, ami a 16. század utolsó negyedéig viszi el a történéseket. Ugye Szokolú Mehmed halála az 1579, és ami utána jön, az ilyen nagyon semmike. Tehát, hogy az ilyen nincsenek nagyon sztorik benne, nem semmi. Tehát ilyen nagyon tényleg tőmondatos. Ez az egyik fele. Láthatólag emberünk az teljesen otthon van Boszniában, tehát azt ő teljesen jól érti. És szóval nem egy ilyen akadémikus történészi tudást kell tőle elvárni a kor szintjén sem, hanem ő azt tolmácsolja nekünk, hogy egy 16. századi bosnyák, az körülbelül hogy látja a hódoltság történetét. Tehát mi az, ami fontos neki, és mi az, ami nem fontos. Tehát én azt gondolom, hogy ez igazándiból egy ilyen bosnyák népi történelem. Ez olyan, mint egy nagyon leegyszerűsített általános iskolai történelemkönyv most. Tehát, hogy ilyen nagyon tő dolgok vannak benne. Nagyon jellemző, hogy semmilyen más történet nincs. Tehát hiába megy tovább, itt ott, ott a leírás, de nincsenek történetek hozzá. Tehát ez az, ami ilyen élő anyag, a többi az ilyen nagyon felsorolásszerű. Mit kéne erről gondolnunk? Hát egyrészt lehet, hogy ezt az Eszirink írja meg, aki Máltán fogságba esik, akkor azt kellene feltételeznünk, hogy ő boszniai, és ismeri a boszniai köztudatot, és ezt ő leírja, majd eldobja ezt a témát, és elkezdi megírni a saját sztoriát Máltával és a tengeri hadjáratokkal, tehát mint hogy egy teljes szemléletváltás következne be a műben. Ez is egy lehetőség, vagy az is egy lehetőség, hogy ezt az egész kéziratot nem a szerző rakta össze, vagy nem olyan valaki rakta össze, aki ismerte a szerzőt, hanem esetleg több különböző műből lett ez összefércelve különböző okok miatt, vagy az is lehet, hogy ez az egész történet, ez egyáltalán sehogy nem is kapcsolódik Eszirihez, hanem csak valamiért bemásolták a kéziratba, és aztán egyszerűen összekeveredett a szöveg. Szóval nem tudjuk, hogy mi van, de ez minket annyira nem is zavar, mert akárhogy is, de az biztos, hogy egy ilyen 16. századi Boszniából nézett oszmán történelmet találunk benne. Akárki is volt a szerző, maradjunk most azért annál, hogy hát ha ez a 17. századi eszíri, ha nem, akkor is mindegy. És akkor most végezetül nézzük meg a szöveget, mind a 14 sort. Hát ez egy elég egyszerű valami. Ugye Szulejmán szultán újra hadjáratot indított az a hatalmas kán Üngürüsz országába, a legnagyobb sah. És amikor elért Mohács mezejére, a hitetlenek népével találkozott szembe. Buda királya a megvetett, átkozott, felkészült hadsereggel volt ott. Jöttek és azonnal harcot kezdtek, és vágták egymást. Az úr a padisaknak adott lehetőséget, mármint a győzelemre, az igazság bányájának, a világ védelmezőjének, ez ugye a szultánnak a jelzői, sok hitetlent elpusztítottak ott, és minden hitetlen megfutott. A király fejét is levágták ott, levágták és egy lándzsára tűzték. És akkor innentől kezdve elindul a menetelés Budára, és aztán majd Buda meghódítása következik. Na most ez egy inci-finci, teljesen semmit mondó szövegnek tűnik, és tulajdonképpen az is. Tehát ebből nem fogunk túl sok mindent megtudni a mohácsi hadjáratról. Ami lényeges belőle, hogy ez gyakorlatilag a leghosszabb történeti leírás a szövegben. Tehát ahol nem ilyen népi legendárium van, mint a Gürz Ilijász vagy a Gázi Torlak, ahol tényleg sztorizás megy, tehát azok ilyen mesék valójában, hanem ahol tényleg valami történelmi tényt akar nekünk elmesélni, abból a budai hadjárat a leghosszabb, messze. És az, hogy Mohácsnak 7 darab sorpárt szentelt, az nagyon sok. Ebből az derül ki, hogy ez a durván bosnyák szemléletű szerző egy valamit látott lényegesnek, a budai hadjáratot a saját szempontjából. Tehát Isztambul bevétele az egy sor, meg Belgrád bevétele is egy sor, de a budai hadjárat, Mohács és a Buda bevétele,
az 20-valahány sor. Tehát az ő szempontjából ez egy origópont, ez egy nagyon-nagyon fontos pont volt. Még egy dolog derül ki, ami már egyébként a múltkori krónikámból is kijött, és nem tudatosítjuk, hogy másképp látjuk a történelmet, mint az oszmánok. Szóval nekünk ez úgy van, hogy van a mohácsi csata, azt elveszítjük, nemzeti nagylétünk nagy temetője, és hát utána egyébként bevonult Szulajmán Budára, de aztán el is ment. Na, az oszmán szempontból úgy néz ki, hogy elindultunk, Mohácson megvertük a magyarokat, és aztán elfoglaltuk a fővárost. És a hadjárat csúcsa Buda bevétele. A hadjárat csúcsa az, hogy Szulajmán szultán bemegy a magyar királyi palotába, és nem pedig a mohácsi csata. Tehát ők egy teljesen másik szemléletmódot követnek, ez a szöveg is ezt a szemléletmódot követi. És akkor zárlatul még egy apróság, a király fejét levágták, még egy levágott fej, hogy örüljünk, és lándzsára tűzték, hát tudjuk, hogy nem így történt. Akkor miért lényeges ez a dolog? Azért, mert úgy néz ki, hogy ezt nem csak ez a szerző tudta, hanem például, ha megnézzük Evlia Cselebi leírását a mohácsi csatáról, ahol a rokonságra hivatkozik, aki jelen volt, abban bizony az van, hogy Lajos király fejét levágták és lándzsára tűzték. Tehát ez megint miért lényeges? Azért, mert az oszmán népi történeti tudatban úgy tűnik, hogy benne élt, hogy a csatában a magyar király az meghal, és lándzsára tűzve hordozzák a fejét. Ez nyilván nem akkori, nem egykorú tudás, mert az egykorú dolgokban ez nincsen benne sehol. De valamikor kialakul egy ilyen legenda, hogy Lajos fejét lándzsára tűzve hordozták a csatában, és az milyen mekkora lelkesítő erővel bírt. Ez pedig azért érdekes, mert ebből arról tudunk meg többet, hogy hogyan gondolkodtak a saját világukról az oszmánok, ami lehet, hogy nem a történeti tudásunkat erősíti, de azt, hogy egy kicsit jobban megértsük azt, hogy ők hogy gondolkodnak erről az egészről, azt viszont nagyon is segíti. Köszönöm a figyelmet!